Rövid műsorral vette kezdetét a hivatalos megnyitó a polgármesteri hivatal dísztermében. Ezután Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta, Makóváros életében régi hagyományokra tekint vissza az aikidó, mint harcművészet. Az ezáltal ránk maradt örökség a japán és a magyar kultúra részeként mérhetetlen gazdagsággal és közösségteremtő erővel bír. Miközben ráirányítja figyelmünket a két nemzet erényei megőrzésének fontosságára, hozzájárul ahhoz is, hogy olyan értékek teremtődjenek a harcművészetek által, amelyek tovább növelik és hozzájárulnak világörökségünk gazdagodásához, kultúránk fejlődéséhez és egyéb lehetőségek kibontakoztatására más területeken is. Különlegesség, hogy ezelőtt pontosan 150 évvel indultak el a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok, ezért a rendezvény plusz jelentőséggel is bír. Az eseményre városunkba látogatott ő excellenciája Szato Kuni, japán-magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is. A megnyitón köszönetét és háláját fejezte ki, amiért az aikidót ma már szerte a világban számos helyen gyakorolják. Japánként nagy büszkeséggel tölt el, hogy az aikidót ma már nem csak otthon, hanem világszerte közel 140 országban kedvelik. Számos helyen tanítása már a közoktatásban is helyet kapott. Hálás köszönet az Európai és a Nemzeti Aikidó Szövetség munkájáért, amivel az aikidó technikáján felül annak szellemiségét is megőrzik és továbbadják. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Luis Vasconcelos Salgado, az Európai Aikido Szövetség elnöke is, aki kifejtette, nagy megtiszteltetés számukra, hogy munkájukkal erősíthetik a Japán és Magyarország közti kapcsolatokat. A megnyitó után kezdetét vette a szakmai konferencia, erről készült összefoglalónkat holnapi híradónkban láthatják.